Hello, szeretettel üdvözlünk mindenkit a mai Mobilen TV adásában, itt vagyunk ketten, és mi fogjuk vezetni ezt a mai műsort. Mellettem Csabi, azaz Bocsa, én pedig Legend vagyok, és rögtön ránéznék a fórumra, hogy most jó a kép, jó a hang, ebben erősítsetek meg minket, légy szíves, kép és hang rendben, tökéletes. Hát, mint tudjátok, múlt héten voltunk az IFA berlini kiállításon, és annak a mínusz első és második napján, plusz utána még az első egy-két napján is. És hát ott rengeteg érdekes készüléket mutattak be, többek között a mai adásnak a tárgyát képező Sony Xperia Z1-et is. Igen, ami ezt szervesen hozzá kapcsolódik azért ez a QX10-es lencse is, amit szintén az IFA-n kaptunk, úgyhogy most nagyon hamar tudjuk tesztelni. Ezekről lesz szó a mai adásban. És hát hogy nem, van nálunk azért egy Z Ultra, illetve egy Z is. És még egy Z1 is. Illetve ez a vacak is. Szóval QX10, úgyhogy Sony termékekkel el vagyunk mindent látva. Össze tudunk használni, és egyébként nem vacak a QX10, mert úgy azért mondtam, ez olyan kis kedves jelző akart lenni, hogy ilyen kis kicsi meg kis vacak. Hát beleidik, de igazából tök jó cucc, de majd később beszélünk róla. Most először helyezzük el a Z1-et a Z termék skálán. Ugye ez a csúcs szériája most a Sonynek, akik eléggé hát megizmosodtak azóta, hogy az Ericssont kivásárolták a bizniszből. Nagyon magukra találtak érzésem szerint, nagyon egyedi dizájnnal rendelkeznek a készülékeik, tehát itt nem lehet ilyen Apple vagy Samsung szabadalmi per, teljesen egyedi az összesnek a kinézete. Más kérdés, hogy ugye már annyira egyediek lassan, hogy ugyanolyanok, tehát hogy jó, meg lehet különböztetni, de azért egy pillanatnyi ránézés után, hogyha nem tudja az ember, hogy melyiknek van fémkeret, melyiknek nem, akkor azért nem biztos, hogy innen te megmondod, hogy melyik a Z vagy melyik a Z1. Most váltott Csabi kamerát egy pillanat alatt. Igen, azért váltottam, hogy megmutassam itt a fő különbséget, ami ez a fémes keret oldalt. Ugye az első hátsó edzett plasztik, vagy edzett üveg, bocsánat, borítás az megmaradt, bár nem tudom, hogy Gorilla Grassról vagy Dragon Trailről van-e szó, de valószínűleg inkább utóbbiról. Viszont az itt újdonság, hogy a Z1-nél egy alumínium keretbe rakták bele az egész készüléket, ami igazából nagyon korrektül néz ki, egyrészt azért, mert csiszolásnak köszönhetően kétféle színben is pompázik, másrészt pedig azért, mert nagyon kellemes és biztos fogás biztosít a készüléknek. Van viszont egy furcsa dolog, nevezetesen, hogyha megnézzük ezt a két kijelzőt, akkor láthatjuk, hogy ugyanakkorák, ez ugye a régebbi modell az Z, ez az Z1, viszont az Z1 mégis nagyobb, ráadásul mintegy 25, egészen pontosan 24 grammal nehezebb is. Felmerül a kérdés, hogy miért lehet ez? Hát azért, mert a 2330 mAh-s akkumulátor helyett az Z1-be 3000-es került. És emiatt egyébként egy fél milliméterrel, nem mondom rosszul, fél millimétert, 7,9 helyett 8,5 vagy valami ilyesmi, vastagabb is a készülék. Az abszolút jelentéktelen, igazából egyelőre a tömegén látszik, illetve a kiterjedése egy kicsit nőtt, holott, ha mondjuk megnézünk egy Samsungnál egy Note 2, Note 3 váltás, azért inkább az a jellemző, hogy vékonyodik a káva, összemegy a kijelző. Itt most nem történt ez meg, de hát van is rá magyarázat. Igen, például az is, hogy a IP58 védességgel rendelkezik a telefon, ugye, tehát hogy a pornak nem károsító mértékben ellenáll, a víznek pedig elvileg másfél méter mélységig. Nem, egy méter mélységig és 30. A 8-as, az már másfél méterig is. De a gyártó által megadott ideig maximum másfél méterig. Elvileg, de teljesen mindegy, aki már egy vagy másfél méteres vízben úszikál, az már nem hiszem, hogy túl sok olyan medence valami pont így van méretezve. Jó, mindegy, ha kicsit esőben használjuk, akkor nem lesz baj, ha véletlenül beleesik a kádba, nem lesz baj. És itt egy nagyon értelmes újítás is van, nevezetesen, hogy itt láthatjuk a háromfeles jack csatlakozót felül, amit a Z-t akárhogy forgatok, nem fogjuk megtalálni, mivel itt egy kis ajtócska mögé bújtatták be mindezt. Hát itt viszont megoldották azt, hogy a maga jack ott legyen, de mégis szigetelve legyen. Nyilván ez egy praktikusabb megoldás. Hát sokkal praktikusabb, hát itt ki kell nyitni egy ilyen kis ajtót, hogy hozzáférünk. Itt meg csak itt van. Tehát ugye ez egy nagyon érdemi előrelépés, amit az IP57-ről 58-ra történő számbeli különbség nem indokolna, vagy hogy mondjam, tehát nem logikus, hogy ez megtörtént, de összességében szerintem ez az egyik legokosabb fejlődés a készülékben. Legalábbis külsőleg. Egyébként abszolút rendben van. A kijelzője viszont egy kisebb csalódás, ez most megint képet fogunk váltani. Addig én itt pózolok.
Hát nem tudom, én inkább ezt választanám. Jó, legyen ez. Mert itt azért jobban, meg azt a... Ez a Z1! Ezt vegyük már le. Nem is, a másikat is. Szóval igen, a bal oldali a Z1, a jobb oldali a sima Z1. Egyébként tényleg látszik, hogy kiterjedésben azért van különbség bőven. És hát az a helyzet, hogy nem lett jobb a kijelző számot tevően. Igen, most jön az a rész, amit kértetek, hogy vesézzünk ki, és ezt mi most meg is tesszük, tehát hogy nagy részben ezt látni is fogjátok, hogy most egy betekintési szög az miként alakul az Xperia Z és a Z1 esetén. És mindjárt mellé rakjuk az Ultrát, illetve mellé rakunk majd egy AMOLED kijelzőt is, de először csak ezt a kettőt hasonlítjuk össze. Az a helyzet, hogy a Z-nek és a Z1-nek egyaránt elég fátyolos a képe, hogyha oldalról nézzük. Gyakorlatilag csak szemből adnak viszonylag színhelyes és jól olvasható képet, innen már azért erősen torzítanak, és ez főleg azért furcsa most, mert ha ide rakjuk melléjük a... Ups, ezt kikapcsoltam. Nem teljesen. Szóval, hogyha a Z Ultrát mellé helyezzük. Igazából berakjuk valami olyan képet, ami látszik mindez, mondjuk ezt a képet. Még egy picit váltsd már vissza a kamerát, létsz, mert szerintem senkit nem érdekel, hogy én idétlenkedek ezekkel a telefonokkal. Hú. Na, közben itt ilyen elfeleztük. Na, nagyon jó. Most már vissza. Mehet, okay. Jó, meg vagy. Aha. Szufi. Na, de most rosszra mentünk vissza. Oké. Okay. Erre kell nekünk. Nagyon jó. Még rakjuk be a negyediket is, légy szíves. Berakjuk, keresem, hogy itt, ja, itt van. Na, mindenki látni fogja ezen a képen, hogy is alakulnak a kijelzők. Na, Z, Z1, Z Ultra, Galaxy S4. Szemben nagyjából mindegyik rendben van, bár már itt is látszik, mindegyik maximum fényerőn fut, automatikus fényerő kikapcsolva. Látszik azért, hogy egy picit túlszaturáltabb és színesebb a Galaxy S4, mint a többi eszköz. De ezen a kettőn még az is látszik, hogy egy picit világosabb is a képük, mint ezeknek, és ez nem feltétlenül jó hír. Ha viszont oldalról nézzük meg a megjelentőket, elnézést, de ennyi a lehetőségünk ezekkel a kamerákkal, már tisztán látszik, hogy ezek átfordulnak ilyen kicsit világos, kicsit nehezen látható valamibe. Így látszik szinte tökéletesen. Közben egy kézzel kell fognom a kamerát, elnézést a képminőségért. Lesz egyébként teszt is majd, amiben... Amiben normális fotók vannak. Igen, és még jobban látszani fog egyébként a kijelzőt. De egyszerűen tényleg az a helyzet, hogy ha oldalról megnézzük mondjuk a S4-et, meg a Z1, S4. Látszik, hogy egyszerűen nem látszanak már ezek a vonalak, amiknek itt kellene lenniük. És az egész valahogy sokkal fakóbb. Nem azt mondom, hogy ez egy rossz kijelző. 5 hüvelyk, UHD felbontás. Feketét van. Feketé. Fekete szín, teljes fekete. Nincs. Ez jó. Van. Hát... És hát igen, itt is most látszik, hogy... Jó, de persze ez más, tehát ez egy technológiai különbség, de szóval, hogy érezzük, hogy az egyiken fekete, a másikon szürke. Azt egyébként el kell mondani, hogy a Sony TV-kből már oly jól ismert, hát Triluminous, vagy angolul Triluminous kijelző technológia van ebben a Z1-ben, vagy került ebbe a Z1-be, tehát ez már egy, hát hogy is mondjuk, az a Z-hez képest elvileg fejlettebb technológia, az Ultránál ez ki is tűnik, a Z1-nél annyira nem. Fehér egyébként jobb, mint a Super AMOLED-nél, az viszont itt látszik, ez ugye a Z1, ez pedig a Galaxy S4. Ott az S4-nél kicsit kékesebb. Egy kicsit kékesebb, ilyen hidegebb, itt meg egy picit melegebb tónusú a fehér, amit kapunk, de semmelyik nem. Igen, viszont ami nem látszik, hogy a fényerő, az azért a Galaxy S4-nél, hát... Gyengébb, tehát ő... De látszik ez nagyjából, tehát ez kisüti az ember szemét, ez pedig nem süti ki az ember szemét, ami néha jól jön, néha nem jön jól. Minden esetre engem hív. Igen. Valaki? Aki már nem is hív. Egyébként a BlackBerry-nek a vezérigazgatója volt az, úgyhogy nincs semmi gond. Lehet, hogy kapunk egy izét tesztelni. Na mit kapunk? De az nem most fölött a kijelzőt, nézzük. Játszett. Látszik, nem voltam föl, ezt mégis visszavoltam. De én nem akarok többet mondani a kijelzőről, tehát szerintem mindent elmondtunk. Holnap a tesztbe is kell, hogy valami maradjon. Ennyit tud igazából a Z1, sajnos nem történt meg az az előrelépés, aminek meg kellett volna történnie. Közben írjatok a fórumon. De ettől függetlenül nem rossz ez a kijelző. Tűző napon is olvasható,
de azért nem annyira. Tehát vannak jobb kijelzők egész egyszerűen, na ezt kell tovább ragozni. Én azt sajnálom az egészben, hogy a Sonynak házon belül ezek az OLED technológiák a rendelkezésére állnak, mert azok, amikkel egy tökéletes és makulátlan kijelzőt is lehetne gyártani. Biztos vagyok benne, hogy itt gyártás technikai és költség megtakarítási dolgok is szerepet játszanak abban, hogy ilyen lett ez a panel. Ettől függetlenül tényleg jó panel ez, tehát Full HD 5 füveken 441 pixeles sűrűséggel. Nem rossz, semmi probléma nincs vele, de hát nem hozta meg az áttörés. Ahogy igazából a kamera sem hozta, mely már 20,7 megapixeles, és egy 1/2,3 hüvelykes megjelentő van benne, CMOS érzékelőről beszélünk, ami a gyártó szerint kompakt digitális fényképező gépekhez hasonló képminőséget tud. Hát nem tud olyat, egyrészt azért, mert nincs Xenon, akkor pedig úgy volt sokáig, hogy lesz, de aztán végül nem lett. Ez kellett is volna szerintem. Kellett is volna, abszolút. Aztán nem fért bele egyébként ebbe a készülékházba, bár vannak már új Xenon technológiák, amikkel meg lehetne ezt oldani. Másrészt azért, mert egyszerűen nem elég jó a panel, de ha visszaváltasz a másik kamerára... Azt akkor is olcsuk mellett. Mindig. Hát ennyit a napfényben való olvashatóságról egyébként. Elindítom a kamerát. Vannak nagyon jó pofa módok. Maga a szoftver az elképesztően intelligens. Itt látszik, hogy egy csomó minyár látszik. Egy csomó üzemmódból lehet választani. Szóval befedem, akkor itt talán jobb lesz. Van ez a kiváló automatikus mód, ami tényleg nagyon kellemes. Van kézi, van timeshift burst, vannak képeffektusok, amin belül egy csomó minden van. Berakom ide alá, ezek följebben menem, akkor így egy picit jobb lesz. Van például halszom optika, nosztalgikus, kaleidoszkóp, amit akarunk. Jaj, bocsánat, rossz gombot nyomtam meg, de nem baj, mert ezt majd úgy is meg akarom mutatni a menüben. Illetve, ami egy nagyon jópofa mód, az a kiterjesztett valóság. Ezt szerintem inkább egy-két móddal meg tudjuk mutatni. Na, most figyelj, is. Várj fő kamerára, légyszi. Mindenki érzékel, hogy mi történik itt. Igen, kurva. Téged nem vesz fel. Ott vagyok. Rákörül a kalap. Van ilyen dínós mód is, amikor dínók mászkálnak mindenfelé, de várj egy víz alatt itt egy merülést, azt még mutatok. Meg vagyunk. Miért? Jézusom. Hát ilyen búvárizé sisak kerül ránk. Tehát ezek nagyon-nagyon jó pofa módok, és ezekkel el lehet szórakozni, ahogy az InfoEye nevű mód is nagyon jó. Itt például van egy borodatbázis benne, ami elvileg az egész világra vonatkozóan nyújt fotókat. Ha lefotózunk ezzel egy boros címkét, akkor mindenféle információt láthatunk arról a adott nedűről, az évjárat függvényébe is. De ha például lefotózzuk az Eiffel-tornyot és felismeri, kipróbáltunk valami nevezetességet fotóztunk most Berlinbe, nekem fogalmam nincs, hogy mi volt az, nem a Brandenburgi kapu, meg nem valami nagyon híres, de azért úgy nagyjából híres, hogy szovjet emlékmű, és hát arról is kiadta az infokat egyből, tehát fölismerte, hogy mi van a képen. Ez egy nagyon hasznos és kellemes feature egyébként, de ettől függetlenül a kamerával az a fő gond, hogy a dinamika tartománya az viszonylag alacsony, tehát könnyen ki és beérnek a részletek. Főleg ilyen időben, mert egyébként amikor Berlinben voltunk is, ugye teljesen... Ott is kiégtek, megnéztem azt nagybe, és... Hát, ez egy fokkal jobb volt azért a napsütéses rész. Nem, napsütésben ki vagy beég, ha pedig gyenge fényviszonyok vannak, akkor rohadt zajos. Igazából nem az igazi semmelyik sem. Úgyhogy itt sem történt meg a hatalmas előrelépés. Nyilván azért valamelyest jobb, eleve a megapixel szám miatt. Persze, tehát azért a zajszintet lehet csökkenteni azzal a kicsinyítjük. Nyilván ez egy HTC One ilyen ultrapixel hülyeséget az keresztbe röhög, de a Lumia-kat, tehát a 1020-at, amíg nincs piacon, azt már most borítékoljuk, hogy nem tudja lenyomni. Hát meg a 808-at sem, csak az meg ugye Symbian-nal fut, tehát igazából tech demónak fogható föl, elnézést minden 808 szulajtól, de hát azért valahol ez így van. Ennyi. Adatkommunikációs tekintetben hibátlan, tehát LTE, összes Wi-Fi, amit csak... NFC. Minden benne van, GLONASS. Igen, és akkor majd pársad azért ejtsünk arra, hogy a Snapdragon 800-as poszi van benne. Nem akarok minden benchmark eredményt igazából elárulni. Lehet, és az Antutu most aki először beírja, hogy melyiket szeretné, azt az egyet bemondjuk, a többi... Már Quadrant ott van. Hát, de legyen mostantól, legyen interaktív adás. Legyen egy verseny, competition, gyerünk. Kameraképeket majd mindjárt Csabi lát. Közben meg... Frissítek. Semmi, még Antutu. Antutu. Hát. Na,
ő nyert bármilyen hihetetlen. Ugye... Az Antutuban mondjuk pont most jött ki a 4.01-es, de abból egyébként 32.000-es Antutut tud csinálni, de ez nem az az Antutu, ami a régi Antutu, úgyhogy tökre nem lehet összehasonlítani. De biztos, hogy valahol arrafele lesz, mert az E-útra is 30.000 körüli pontszámot tolt nekünk. Az biztos, hogy a Snappy 800, ugye 2 GB RAM, Adreno 330 grafikus gyorsító, igazából mindent tökéletesen visz a masina, nincsen vele gond hardveres téren, jól optimizálták, bár nyilván egy ilyen BY hardverhez azért már talán egy fokkal könnyebb lesz megtenni. Nagyon gyors a rendszer. Viszont hazudnak az üzemidőben a Sony-sok, mert 2,15 GHz-en fut, nem 2,2-en. Ami nem üzemidő, de... Köszönöm, hogy kijavítottál. Szóval 50 MHz-el elírják, nem tudom miért nem tudták odaérni, hogy 2,15 az se olyan... Az se olyan nagyon gáz. Kerekítettek, hát olyan... Persze, az lehet. Kameraképeket, egy-kettőt. Hát mutatok kameraképet, de nincs értelme most itt a 480p-s adásban. Egyébként ezt akarom mondani, hogy dolgozunk rajta is. Ezt már én is mondtam többször, hogy... Igen, de kicsit lassan, most itt volt az IFA, de én megmerem ígérni, hogy egy hónapon belül 720p-ben lesznek az adások, és nagyon sokat javul majd a minőségben. Mi is érezzük, hogy ez gáz, félreértés ne essék, csak valahogy nem jutunk el soha odáig, hogy megoldjuk rendesen. Majd most rúgdosogunk egy kicsikét. De most ahogy Bog mondja, focizunk majd az ügyön. Ami lényeg, hogy egy pillanatra visszaváltunk, és elveszem tőled egy fél pillanatra a dolgot, hogy ugye Android 4.2.2, ugye a menürendszer az eddig látottakhoz hasonló, teljesen, de itt egy picikét ez a menübelépés ez megváltozott, illetve innen kell előhúzni most már ezt a teseszabás gombot, hogy akarjuk a menünézetet látni. Ugye továbbra is jobbra-balra szaladgálunk, van értesítés, igazából olyan semmi sem változott. Ez tök jól néz ki például, ha valaki nem ismerné ugye a Sony GUI-t. Igen, és látszik egyébként, ezen látszik, hogy ennyire fantasztikusan gyors most már azért ez a Snapdragon 800-on lévő felület. Egyébként, ha most a játék teljesítményt nézzük, egy pillanat alatt ide visszamegyünk, mert ezt is meg akartam mindenképpen mutatni. Továbbra is egy általam nagyon szeretett és megvásárolt átiratról van szó. Ez a Grand Theft Auto Vice City. Ez azért aránylag megmutatja, hogy mit is tud ez a hardware, még Full HD-n is. Most, ha elindítom, hál' Istennek már elkezdtem játszani, hogy ne kelljen előről az egész intrót megnézni. Látszik, hogy tökéletesen visz mindent. Most pont beszakadhat egy picit egyébként. Nem baj, hát most még magához tér háttérből. Jó, tehát ez így azért mutatja, hogy mit tud. Egyébként a Snapdragon 800 itt is melegszik, mint ahogy a 600 is melegedett, azért ennél is bőven érezhető. Azért menjünk végig a standard dolgokon, mert azt itt látszik egyébként egy ilyen előnézet, ez baromi jól néz ki. Itt a DivX, ez rendes DivX formátum, tehát alapból kezeli, nem kell igazából semmilyen kodek hozzá, tökéletesen akadásmentesen fut. Itt a KillaSample, ami igazából megmutatja a hardware elejét, és hát látszik is, eddig nem akad be, és remélhetőleg most se fog, elvileg nem szabadna szaggatnia ennek a kis mozinak sem, egy kis filmnek sem. Nyilván ezzel együtt jár az is, hogy itt van egy 1080p-s trailer, egyértelmű, hogy ez is hiba nélkül fog futni, vagyis igazából filmlejátszásra tökéletesen alkalmas mind a telefon, mind pedig a kijelző. Egyébként, ha már kijelző, ugye 10 ponton képes érzékelni, és gond nélkül teszi a dolgát. Aha. Mint ha látszom ebben valami, de... Hát nem ez a legjobb programálás, ez csak az a lényeg, hogy itt ha így húzom, akkor mégis hogy érzékel a kijelző pontosan. Azt mondja, itt van egy kis zene. Azt mondjuk feltételeztük, hogy tud zenét eljátszani. Csak hogy néz ki. A hangminőséget azért elmondom. Pontosan. Nyilván egyébként azért mutatjuk ezeket sebesebben, mert egy ilyen... Egy picit doboz hangú, nem tudom ez mennyire jön át, gyanítom, hogy semennyire. De a mélyek abszolút nem teltek benne, és egy picit azért olyan szokor rádiós is, én többet vártam volna ettől a telefont. Egyébként alul van a hangszóró, és nyilván azért korlát itt a vízállóság miatt meg kellett oldaniuk, hogy nem tudtak akármilyen hangszórót beletenni. Na, azért nem gáz, csak egyszerűen többet is tudhatna egy csúcsmodell. Egyébként alapprogramok vannak rajta, és tényleg azért szaladunk ilyen gyorsan végig rajta, mert ezek most már... ki a cikk egyébként. Meg minden készüléken ezek vannak, tehát hogy igazából nincsen különösebb erőssége vagy gyengesége ennek a Sony-nak szoftveres téren. Van vírusírtó, van dokumentumolvasó, ami csak olvasásra használható, egy kicsikét újabb fajta, de igazából csak külsőleg újabb Track ID.
Nagyon sok extra szoftver van egyébként. Na, Zsolt, kezd el olvasni a fórumot, én várj vissza kérlek kamerára, én meg áttérek erre, ami itt a QX10-es kódnevű... Ja igen, és itt Mobile Bravia Engine dolgozik, nem az X-Reality, nem, itt már X-Reality dolgozik, nem pedig a Mobile Bravia Engine, nem tudom kimondani. Azt hiszem, hogy voltam a Sony sajton, és ott nagyon úgy hirdették ezt a telefont egyébként, hogy X-Reality, tehát ugye nem csak a Triluminus, hanem az X-Reality-t is, igen. Nem tudom, a Bravia sem ért semmit. Ez sem, úgy tűnik. Hiszem, hogy túl sokat ér, ha egyszer nem elég jó a kijelző. Na, ez tehát a Sonynak az új ötlete, egy felcsatolható objektív, amit bármilyen telefonra föl lehet rakni, ez itt egy Galaxy S4, megfogom, föltolom, és itt is van rajta. Igazából az ötlet nem rossz, hogy ne hordjunk magunkkal külön digitális fényképezőt, ha már úgyis ott a telefonunk, amiben egy csomó minden megvan ahhoz, abból, ami egy fényképezőgépbe kell. Például a tárhely, az előnézethez használható megjelenítő, illetve hát tulajdonképpen a kezelőfelület is a kijelzőn keresztül. És az a jó, most egyébként vicces, hogy egy Samsunggal fogunk demonstrálni egy ilyen kamerát, egy Sony kamerát, de ehhez van most hozzácsatlakoztatva. És egy külön program kell hozzá, viszont erről is fog kimenni teszt, illetve igen, hát egy rövid cikk is. Lényeg az, hogy itt kapcsolódik a két készülék, Wi-Fi-n vagy NFC-n lehetséges ezt megoldani. Nem, hát mindenképp Wi-Fi-n kapcsolódik, csak az NFC-vel össze lehet párosítani. Hát az gyorsabb. Akkor az úgy egyszerűbb. És megjelenik a kamerakép, holalá, itt van Csavi. Igen. Kép a képben funkció, és zoomolni lehet innen is. De innen is lehet, zoomolok egyet. Mit tudom én, a gépre, amiről megy az adás. Hát exponálok is. Exponálok is egyet, az itt van oldalt a gomb. Följebb tartsad egy picit? És ennyi. És viszonylag sok idő azért, amíg átmennek ezek a hát nagy felbontású képek. 5 meg a körülbelül egy ilyen kép, és ennyi mire átmásolja, és rögtön a telefonomon lesz. Egyébként, ahogy nézegettük, egész jó az a kis cucc, a zoomja nagyon jó, az a 10x optikai zoom, amit ugye ad. Igen, ez 25 mm-ről indul egyébként a QX10-es, és nyilván 250-ig megy, most 35 mm-es ekvivalens értékekről beszélünk. És érdekes módon a fejlettebb, a 100-as modell az csak 28-ról indul, tehát kisebb a látószöge, viszont a teléje ebből adódóan nagyobb, tehát messzebbre el lehet vele zoomolni. A komoly különbség a két eszköz között a lencse rendszerben egy Sony G lencse van, abban pedig Carl Zeiss lencséket találunk. Viszont duplányiba is kerül. Duplányiba is kerül, de az érzékelője is más. Ebben ugyanúgy 1/2,3 hüvelykes szenzor van, mint magában az Xperia-ban, abban pedig egy hüvelykes, ami hát több mint kétszer akkora igazából. Hát de az már $500, ha jól hozom, az a másik lencse. Igen, az már azért... annyi, azért már egy egész korrekt fényképezőt lehet kapni, de szerencsére úgy tűnik eddig, de még nem merem teljesen kijelenteni, hogy sokkal komolyabb képeket tud lőni ez a kis QX10-es, mint amire az E1 önmagában képes. Úgyhogy jó pofa kis dolognak tűnik ez. Egyébként le lehet szedni így a hátulját, itt van alatta egy memóriakártya foglalat, illetve az akkumulátor. A memóriakártyára lehet közvetlenül is fotózni, de ha videózni akarunk vele, akkor mindenképp akkor kell. Kötelező, tehát akkor kötelező, nem tudja átnyomni Wi-Fi-n keresztül a Full HD felvételt a telefonra. És ha már Full HD, bár már Bob megválaszolta, mint ahogy láttam, igen, csak Full HD-ban tud fölvenni az Z1 is, méghozzá tökéletes minőségben. Tehát a 4K-t ez a telefon nem tudja. Most az, hogy a Note 3 az az, igen, és az most, hogy mennyire kell nekünk, hogy mennyire nem. Mindegyik, meg állítólag rohadtul melegszik. Igen, tehát hogy ez majd meglátjuk, de nem, tehát ez emberek higgyétek el nekünk, hogy hülyeség. Eleve 4K-s téve az, hogy ilyen milliókba kerül. Vagy pár év múlva. Igen, akkor értelme lesz, most még csak föl lehet vágni vele, hogy 4K-ba fölvettem, és sehol nem tudom visszanézni. Tehát, egy dolog hiányzik nekem egyébként, ebben a lencsében nincs mikrofon, én úgy tudom. Állványmenet egyébként van az alján. Az jó lenne azért egy jobb mikrofon, ami esetleg ilyen szélzajmentes, vagy valami, azt még belerakhatták volna. Veszteségmentes zoomot kérdezik egyébként. Lehet, hogy micsoda? Veszteségmentes zoom van az E1-nél. Nincs. Szerintem sem. Nincs. Tehát nincsen, erre válaszoltunk, de majd mindjárt még egyszer lecsekkoljuk. Azt mondja, hogy... Hát, hogy milyen okból lett gyengébb az Z Ultrához képest, hát a kijelzőben szerintem gyengébb, nem tudom miért
de ezt már is mondtuk, hogy mi sem értjük. Lényeg a lényeg, hogy az E-Ultrának szebb kijelzője van. Igazából az az E1 is jól sikerült azért, illetve a kamerának a követési sebessége nagyon gyors. Igen, az marha jó benne, tehát amikor fotóz az ember, tehát eleve egy tök jól követi, nagyon smooth az egész, és a fotóz az ember, effekt is marha jól néz ki. Tényleg a szoftvert iszonyúan összerakták, tehát látszik, hogy itt belerakta a Sony azt, amit itt tud a digitális fényképezés kapcsán, az egy másik kérdés, hogy itt már nem rakták bele. Hát azért van ez, hogy ezzel együtt már azért erősebb eredményeket lehet produkálni. Idehozom azt, van egy hátlap, ami nem is hátlap, igazából egy ilyen tok, mert ugye nem cserélhető, azt az adásban is, vagy mi cikkbe elfelejtettük befotózni, de nem nincs túl sok jelentőség, és csak itt csak most meg lehetne nézni. Arra rá lehet rakni rendesen. Igen, az igazából, ugye azért van, asztalon fölött balra. Igazából tökéletesen látszik, hogy a normál telefonokra, tehát nagyon hasznos kis cucc ez egyébként a fotós lelkűeknek, tehát ugye így föntről lehúzzuk és akkor rárakjuk. Mégis ez is marha stabilan fogja, illetve gumírozott része van, tehát hogy nem fogja összekarcolni a telefon, viszont nyilvánvalóan nem ez a legoptimálisabb megoldás arra, hogy egy telefonra helyezzük ezt. Na. Viszont itt összerakjuk izé, meg hangja borzasztó, ezt a fóliát levesszük. Én szerintem gondolom ez itt nem fog kell. És ha minden igaz, ezt még el kell váltsálni, szóval egy ilyen is kamerát, hogy... Most akkor váltsál. Keresem, hogy melyik legyen. Ezt itt el lehet forgatni, és így megy rá a már lecsupaszított. Igen, lencse, ha minden igaz, de... Persze, a hátulját azt le kell szedni, amivel egyébként hozzácsatlakoztatnak más telefonokhoz. De pontosan, hogy az? Mindjárt meg lesz az, jó lesz. És hopp. Így rápattant, és így már egész ember ilyen néz ki. És ugye a legjobb, hogy így lehet állványra rárakni, tehát hogy... Most tehát, hogy hozzáfogja a telefont is, és így egy egész fényképezőgép jellege van, nem egy ilyen lóg rajta valami... Tök korrektül ki lett ezt találva. Így ez jól néz ki. Most megint rábökök a fórumra, hogy itt most mi a helyzet. Alapból mennyi a szabad RAM? Hát... Azt nem tudom, de ha 11,3 giga ténylegesen felhasználható belső tárhely. Az S8-as telókkal majd biztos lesz összehasonlítás, de még egy csomó nem jött ki, tehát hogy még ott van, nincs nálunk a Note 3. Van benne visszajelző LED. Fölül, és nagyon is szép. Az viszont ára... vaku nincs az izé magában a QX10-ben. Igen. Hát itt, nem is tudom, ezzel a vakuval nem tudunk villantani, ugye? Közben? Aha. Ezt marhára nem néztük meg, de utána járunk, ha lehet, akkor azt meg fogjuk írni. Mindenképpen úgyis lesz ebből. Mennyit bír a telep? Hát többet, mint az E-nél, bár azt szerintem nem nehéz megoldani, mivel a szegény Z az gyorsan merül. De egy napi használatot az biztos, hogy kivír, nyilván attól függ, hogy mennyit fotózunk, mennyit böngészünk, mennyit használjuk azért ezt a kijelzőt, de én szerintem azért másfél-két napnál többet ez se fog elbírni. Ez annyi, hogy nem merül le nap végére. Igen, tehát hogy az én használtam sokáig az Z-t, hát ott azért volt olyan gond, hogyha én egy 2,5 órás vonatút alatt, mikor a Szegedre mentem, akkor nagyon nyomogattam és interneteztem, akkor hát a 3L-ét majdnem leszívta a laksia. Ugye a kijelző az aksinak, tehát itt azért nincs ilyen probléma, tényleg kell neki ez a 3000 mAh ahhoz, hogy ezt a teljesítményt jó ideig eltartsa. Tehát igazából hát lassan konklúziót is mondhatunk. Maga az E1, az, hogy milyen áron lesz, hát körülbelül 180 ezer, vagy valami ilyesmi. Hát a körülre számítunk, de igazából a fene se tudja még. Tehát most nagyon hamar kaptunk egyet a Sony-tól tesztelni, a Global Sony-tól. De nem tudjuk, hogy mennyi lesz itthon, nem tudjuk, hogy mikor lesz itthon, viszont ez elvileg már egy végleges lehet, hogy el fogja csípni a 200-at szerintem. Első körben a 200-at szerintem meg fogja csípni. Hát meg kérdés, hogy szolgáltatókhoz hogy kerül be, mert azért biztos, hogy meg lesz tolva, azért is szétreklámozták a tévében, van itt erre budget. Ráadásul azért a Sony még Magyarországon mindig egy jól hangzó brand, tehát a szolgáltatók is szívesen árulják, mert... Hát meg jó is azért. Meg igazából tök jó cucc, tehát hogy nincs. Nincs vele baj. Az biztos, hogy külsőleg gyönyörű. Én azt mondom, hogy kimerem jelenteni, hogy az iPhone mellett az a másik legprémiumabb összerakással rendelkező telefon. Tehát, hogy... Borzasztó, igen. Nem azért, most bárki bármit mond, azért ebbe van üveg, fém, tehát anyaghasználat szempontjából. Igen, az évben is üveg volt és karcolódott, úgyhogy kiváló választás volt. Az iPhone 5 pedig, hát biztos van olyan, aki
A lepattogzott vagy vett olyan bumpert, ami csak így hátulról rásimult, belement a kosz és összekaristolta a hátlapját. Két ilyen ismerősöm is van. Úgyhogy prémium anyag használatról ennyit. A prémium anyag még mindig üveget használok, ami karszolik, mint műanyagot, de nyilván ez az embere válogatja. Tehát prémium anyag használatért, mondjuk nem tudom, a Q10 is azért van, amelyiknek elkezd recsegni a hátlapja. Nincs igazán prémium telefon ma. Még a Cápa Ericsson az volt egy prémium telefon, azzal focizni is lehetett és egybe maradt. De hát ne legyünk ennyire nosztalgikusak. Még egy utolsó fórumkört, Zsolt, kérlek, ejts meg. Addig én beszélek a holnapi várható időjárásról. Szintén esni fog, állítólag. A Q10 az 250 dollár, vagyis 70 ezer forint körül lesz a lencse, a kicsi, hát a nagy az meg... Kameragom kétállású. Persze, hát autofókusz az itt a rendszer, úgyhogy... Hát nem kétállású, három, mert van a benyomatlan, fókuszálok, exponálok, tehát három. És azt, bocs, azt nem mondtuk el azért, hogy le van zárva a telefon. Hát igen, ez a Sony funkció. Azért ez ugye egész gyors. Tehát, hogy egy ilyen két-három más. Pont ez a gond egyébként ezzel a szerencsétlen Q10-zel, hogy ezzel tudja, hogy minden pillanatról lemaradsz, mert mire kihajtogatod, mire erőveszed a táskádban, mert a zsebedben nem tudod berakni, kihajtogatod. Na jó, viszont nem is úgy mész ezzel, hogy most hirtelen akarsz, hanem... Rárakom, jaj, nem párosodik, jaj, elfelejtettem a memóriakártyát, szóval ez ilyen, ilyen nyugdíjas fotózás. Ez jó, hogy ennek nem ez az értelme. Hanem az, hogy eleve felszereleten kezdjünk el fotózni. Jó, de akkor nem tudod zsebre rakni, viszont a nyakadba se tudod lógatni, mert ehhez nincs nyakbalógó. Bár tegyük hozzá, hogy a Z1-en pont van izé nyakbalógó helyét tanul. Az Ultrán is. Tehát, hogy azért vannak itt ötletek a Sonynál, most elbakterizáljuk egy kicsikét ezt a, így. A történetet. Na hát, igazából tök jó. Akkor, mint a fejem ez a cucc. De nem, mert rohadt nagy a fejem is, de ez is rohadt nagy, azért ezt hozzá kell tenni. Hardwareben tényleg nagyon jó az Z1, ez a QX10 is egy tök jó ötlet, meglátja majd a piac, hogy mennyire fog futni, vagy fogyni, de azért én örülök, hogy valaki legalább ezt megmerte próbálni. Az action növekedés az mindenképpen kell. A kamera pedig olyan dolog, hogy én szerintem szoftveresen lesz még sok hiba javításban az Z1-ben. Kijelzőn is javíthatnak még azért, tehát az nagyon early bird még ez a modell, tehát hát még hivatalosan nem is kapható igazából, szóval még addig bármi történt, mi ezt most megkaptuk, tényleg nagyon hamar, neki. És ennek örülünk mi is, meg gondolom ti is. Én azt mondom, hogy nagyon jó telefon ez a Sony Xperia Z1. Kamerában a 10-26 szerintem nagyon nehéz lesz leverni, tehát hogy az mindig egy olyan szín marad, de az Windows-ban az Android. Meglátjuk, hogy a holnapi iPhone az mit tud kamera szempontjából és egyéb perspektívából is, tehát hogy az a holnapi nap is egyébként egy izgalmas kör lesz. Mekkora távolságig működik a kamera a telefonon, ezt nézd meg a cikkből, most nem válaszoljuk meg, de hát egy 2 méterre mi tartottuk egymástól, az még a QX10-ről van szó, Zsolt. Igen. Láttam, hogy te itt most kicsit elvesztettél. Nem, most azt hittem, hogy a Zoomra gondoltam, én a Zoomért nagyon oda vagyok most ennél, hogy végre telefonon is lehet. Igen, Zsolti ízét demozta az egyik népszabadságos újságíró kollégának így a Q10-et, vagy QX10-et, bocsánat. Ez kellett ez a sztori. Az IFAM, és így elkezdünk mutatni, hogy lő egy fotót így, majd rázumol, és akkor a másik ablakban lévő ember látszott is. Teljesen odáig volt, hogy lehet vele zoomolni. Nem volt még zoomos fényképező? De telefonon nem lehet, tehát nekem nagyon tetszik ez a történet. Ne ragudj, Zsolt, de megint látszik, hogy fiatal vagy, Samsung. Pont ezt, aki fiatal vagy, mint én. Samsungnak a háromszorosa... Melyik volt az, Bog? Volt egy Samsung zoomos, optikai zoomos fényképező filmből GD810? Micsoda? Persze, a Nokia-nak is voltak, de én a Samsungot szerettem ott igazán. Melyik volt az? Nem a GD810? Valaki üsse már be a keresőbe, legyen olyan kedves. Valamelyik volt, meg volt a Sharpnak is egy. Sharpnak az mekkora epikus volt. De én akkor is N93-ban volt ez a forgatható üzé? Igen. Szóval lehetett azért ezt már régen is csinálni telefonnal. Na is. Meg... G800. Hogy, mert abban ugye jó volt, két abba tükörrendszer volt, és igen. Akkor itt volt a lencse, és itt volt maga az optikai zoom. Most elmondott helyettem, hogy minek mondjam, hát most kétszer nem akarom megismételni. Nyugodtan mondd el te is, hogy te szavajtsd. Hát figyeld, mert nem erre... Friss tudásod. Z1-ről beszélünk. Na, oké, tehát köszönjük, hogy figyeltetek minket. Szerintem a végére ez tökéletes volt, majd meglátjuk, hogy hogy kerül föl. Nem, kicsit fáradtak vagyunk egyébként is, mert nem mondom őszintén, annyi kedvem van most holnapra megírni ezt a cikket, mint
ide bárki ide képzelhet bármit, de most már úgy... Mint egy Löwenbräu sört meginni. 5 euróért írtunk Löwenbräu sört egy sörsátorra most Berlinbe, mert az volt a legolcsóbb, és a Löwenbräu... Alapjáraton nem rossz sör. Nem, szerintem egy nagyon szar sör, ilyen magyaró íze van. Én nem nutellát akarok enni, sört akarok inni. Mindegy, hát szarós. Mindegy, 5 euróért biztos, hogy... De csak te hagytad ott a felét, tehát... Hogy... Annak is megvolt az oka. Igazából a Berlinről még egy-két szót azért ejthetünk tényleg, mert azt még nem mondtuk. Nagyon jó volt, szerencsés volt az időjárás, igazából a körítése is nagyon jó volt az IFA-nak, tehát tényleg látványos volt, szép hostess lányokkal ellátva, ez biztos, hogy megmaradt, más is, de a lényeg az, hogy jól éreztük magunkat, szerencsésen össze tudtuk hozni minden telefont, minden igen, interjút, tehát hogy azért igen, le tudtunk annyi cikket rakni, amennyi kell, és mindenről. Tehát, hogy nem volt olyan telefon, vagy olyan tartozék, ami minket tényleg, vagy bárkit komolyabban érdekelni, és azt nem fotóztuk, vagy nem írtuk volna meg. Hát én azt mondom, hogy ide el kell menni mindenképpen. Berlin egyébként is egy nagyon jó város. Sokáig volt itt vita, hogy most kinek a barcelonai NBC, kinek a berlini IFA tetszik jobban. Én most kipróbáltam az IFA-t is, és hát most mi ketten vagyunk azok, akik azt mondják, hogy Berlin jobb város, mint Barcelona. Nem azért, mert nincs tengerpartja vagy ilyesmi, hanem egyszerűen a kultúra, a mentalitás, az ottani, ottani szervezettség az mindenképpen Berlin felé dönti a mércét. Persze hát tengerparton csak Barcelonában lehet fürödni, de februárban ezt nem tehetjük meg. Innentől kezdve én azt mondom, hogy a berlini az jobb móka. Hát annyiból még az NBC jobb, hogy ott ugye csak újságírók vannak. Tehát, hogy ott... Igen, maga a kiállításban viszont ez a jobb, hogy itt volt rajtunk sajtós belépő, de senki szét se. Tehát senkit nem érdekelt, hogy mi most ott fotóznánk, vagy dolgoznánk. Tehát, hát tudom, ugye mindenki lögdösődik. Amire a gírhez oda tudtunk férni, hogy levideózzuk, hát ez egy örökké valóságnak tűnt, az engem nagyon idegesített. Úgyhogy... Igen, és jönnek ott az emberek, és így, hát most ha te ott vagy, és ő úgy érzi, hogy kisebb, akkor még több önbizalommal ellök. És ez a baj itt, hogy a tömeg az megvan, ettől függetlenül nagyon jó. Azért kultúráltak voltak, tehát nem egy izét kell elképzelni egy magyar tömeget valami rendezvényen, hanem úgy... De csak hát azért az kicsi volt a hely, tehát 100 000 embernek nem elég, ha kiállítasz 100 telefon sem, tehát így. Igen, az biztos, hogy a szállás is jó volt, bár én azon nagyon jót rögtem, hogy úgy volt hirdetve az egész hotel, hogy van wifi. Ez a wifi, ez úgy volt, hogy igazából az utcán lévő wifi free hotspotot, körülbelül felerősítették azt a jelet, és amikor kértük, hogy hát semmi sincsen, tehát hogy nem tud bejönni egy honlap, meg állandóan kidob, ők megpróbálták megcsinálni, hát nyilván nem tudták, és aztán rá is jöttünk, hogy miért. Igen, nem az övék, hanem úgy viszonylag nehéz, mert délután 2-kor ment mondani a recepcióra, hogy így, valami a nette, és mondták, hogy hát ez ma már nem lesz meg. Hát délután 2 van, hát nem dolgoznak az internet szerelő. Hát úgy van az itt Németországban, hogy, és akkor jött a szöveg, és nem értettem, és aztán másnapra úgy végül is egész jó lett, de a mi szobánban még valahogy ellógott. Meg cserébe, hál' Istennek, a söröket berakták a hűtőbe. A hűtőnk se volt. Szóval... Ipari hűtőbe tároltuk ott az izé. Kárpótoltak. Paulánereket. Valaki írja már be, hogy mennyibe kerül Magyarországon egy Pauláner szerintem, mert itt nagy vitában vagyunk, nem mondok semmit, csak érdekel, hogy mit gondolnak. Én figyelem a fórumon. Búza, Pauláner búza. Igen, a jobbik fajta Pauláner. Szerintem is egész jó a Löwenbräu egyébként. Magyarul íze van. Hát azért, mert vizezték meg minden. A Pestnek is van. Na, Paulaner. 658. Na, 658 az a CBA-ban. Én úgy tudom, hogy hát Paulanert már egy 300 000 megkap az ember. Azt mondta Csabi, hogy ne hozzak haza Paulanert, ami egyébként mennyi volt? 0,89 euró kint, tehát hogy azért 280 forint. Azt mondja Csabi nekem, hogy ne hozzá haza, mert itthon is ennyibe kerül. Mondom, iszonyatosan nem így van. Ő nagyon úgy hitte. Paulaner Oktoberfest világos sör, 429. De ez világos, nem búza. Ez igaz. Öngól. Lényeg az, hogy nem hoztam haza nagy észre, ezért majd itt 600 forintért vehetem meg. De tényleg jó volt, jók voltak a sörök, jók voltak a bemutatók. Na, Osamba 550, akkor tény, hogy a Paulaner az prémium sör. Nem hiszlek el. Jövőre hozzá. Elismerem Zsolti. Utólag is elnézést kérek, és egy mosolygos készfogással búcsúzunk a mai adásra. Okay. Köszönjük mindenkinek, aki minket választott. Sziasztok. Viszontlátásra.